Mulácsi Lajos egy olyan művész, akit Magyarországon majdnem mindenki ismer, aki egy picit is a művészet történet iránt érdeklődik. És mindenkiben él is egy kép Gulácsi Lajosról, erről az álmodozó, nakonkszipáni, világot megteremtő, sehova be nem sorolható művészről. Ez egy kép, de a valóság sokszor egészen más, és a koncepció alapja mégiscsak az volt, hogy úgy mutassuk be Gulácsi Lajos művészetét, ahogyan az a műveiből kirajzolódik, és ebből az derült ki, hogy Gulácsi egy sokkal változatosabb, sokoldalúbb, érdekesebb művész, mint sem, hogy csak ezzel a néhány sztereotip és jellegzetes képpel le lehetne őt írni, vagy be lehetne őt mutatni. Gulácsi művészetének az egyik érdekes tulajdonsága, hogy nagyon sok stílusból próbált ihletet meríteni, tehát akár a középkor művészetéből, a reneszánsz, vagy a rokokó világából, a Biedermeier világából, és hát ezek szinte mind külön-külön szekciók és a kiállításban. Külön hangsúlyt kapnak az önarcképek, külön hangsúlyt kap Gulácsi művészet történeti érdeklődése, és aztán persze ott vannak a háborús képek, ahol már mentális összeomlás jelei érződnek. A festőnek 1914-ben az első világháború kirobbanása után tört felszére skizofréniája, amit idővel művei is visszatükröztek. 1919 után már állandó kezelésre szorult, mivel állapota rohamosan romlani kezdett. Gulácsi életének talán a legboldogabb periódusa az 1907-es-8-as évekre tehető. Ekkor elég sok időt tölt Itáliában, a Comoi tó partján, elmegy Chioggiába, ugye Velence közelébe, és akkor készülnek ezek a nagyon zamatos, frissen, tiszta színekkel megfestett tájképek. Gulácsi Lajos édesapjának a harmadik gyermeke volt, az anyának viszont az első gyermeke. Nagyon bensőséges viszonya volt az édesanyjával. Az anya tényleg kényeztette ezt a koraszülött beteges kisfiút. A viszonyuk néha szinte már egészségtelenségig szoros volt. De ha megnézzük Gulácsi leveleit, amit az anyának írt, vagy a képeslapokat, azokból mindig végtelen szeretet árad, és mindig úgy számol be egy táj élményéről, akár Comóból, Bellagioból, hogy ide majd téged is el akarlak hozni. Mint egy 200 művet, azon belül 84 festményt bemutató tárlaton Gulácsi több újabban azonosított alkotása látható, valamint olyan művek is, amelyek korábban még soha nem szerepeltek kiállításon. Azt gondolom, hogy az a sokoldalú forrás, amiből Gulácsi művészete táplálkozott, talán még soha nem volt ilyen szélesen és szépen értelmezve bemutatva, mint most ezen a kiállításon.